Krisztián, egy nagyon fontos mérkőzés következik, majd egy jó Szeged ellen, amely kifejezetten jó formában van, legalábbis az elmúlt meccseket tekintve. Milyen mérkőzést vársz? Mindenféleképpen ugye egy rangadó lesz. Azt gondolom, hogy egy jó, ugyanúgy két vereséggel álló csapat fog ide jönni hozzánk. Tudjuk, hogy ugye stabil csapat a Szeged, nagyon kevés gólt kapnak, és amit játszanak, azt jól játsszák. Fel fogunk belőlük készülni. Azt gondolom, hogy most elsősorban nekünk a saját játékunkat kell felgyorsítani újra arra a szintre, amin korábban játszottunk, mert itt a legutolsó mérkőzésen egy kicsit kényelmes volt a játék. Meg volt a labdabirtoklási fölényünk, de igazából lassan fociztunk, körülményesek voltunk, és ezen kell mindenféleképpen változtatni. Nagyon hiányoznak azért azok a játékosok, akikre nem számíthattál, mondjuk a támadósorból? Nyilván variációs lehetőségben azért egy Géresi Krisztián, meg egy Mikey plusz opciót, plusz minőséget tudnak adni, de én azt gondolom, hogy azért a Budafokot a jelenlegi játékos kerettel is meg kellett volna oldani. Főleg minőségben gondolok, nyilván a vereség se jó, meg a vereségnek se örülök, de nyilván nem mindig a eredményből indulok ki, ezt korábban is elmondtam, azért nagyon fontos nekem a játék képe, hogy milyen játékot mutat a csapat, és voltak jó dolgok, de igen, az az igazság, hogy visszanézve is azt kell látni, hogy ezt mutatta meg a csapatnak is, hogy azért ennél gyorsabban szoktunk játszani, gyorsabb labdajátszások, gyorsabb kombinációk jellemezték korábban a csapatot, és azt szeretnénk, hogyha ez visszatérne. És hát ugye a stabil védekezés is jellemezte az együttes. Két olyan csapat találkozik majd, ahol te is említetted, nagyon jó a védelem. Kevés gól lehet, döntő lesz, hogy kiszerzi meg a vezetést? Nyilván az mindig egy fontos rész, de látod, hogy most Budafok ellen is megszereztük a vezetést, már kettővel is vezettünk, és ugye, hogyha kihagy a koncentráció, akkor ugye ezt eredményezi. Azt gondolom, hogy a védekezésünkben inkább az átmenetekben voltunk egy kicsit lassabban reagált a visszatámadásokra. Talán a kiállítás után egy kicsit kényelmesebbek lettünk, azt gondoltuk, hogy ez most már úgy megvan, és ezt soha nem szabad a fociban elkövetni, hanem a sípszóig kell az utolsó utáni pillanatig hajtani kell, és koncentrálni, hogy a saját játékod rendben legyen. De amúgy azt gondolom, hogy olyan eszeveszett sok helyzete nem volt azért a Budafoknak, hanem inkább azért összejöttek nekik olyan bombagólok, amik lehet, hogy a szezonban nem biztos, hogy legközelebb össze fognak jönni, de ettől függetlenül ugye gólokat kaptunk. Nem szabad kiengedni a játékosokat, a fejbe végig koncentrálni kell, és mert hogyha nem ezt csinálod, amit gyakorolsz, nem végig koncentrálsz, nem a legjobb mentalitásod hozod, akkor az élet ezért megbüntet, és a labdarúgás megbüntet. Mind a három szép gól volt az ellenféltől, de két olyan ritkán látható nagy gólt kaptunk, ami azért nem minden fordulóban fordul elő. Gondolom nagyon fontos, hogy higgadt és nyugodt maradjon továbbra is a csapat, tanulva ezekből a hibákból, tehát nem kell pánikolni. Én azt gondolom, hogy első helyen vagyunk, vezetjük a tabellát, van pont előnyünk is, pánikolnunk semmiféleképpen nem kell, de engem a játék képe érdekel, a saját játékunk, a saját mutatott játékunk. Erre próbálok rávilágítani a csapatnak, hogy ugye az edzésen, amit megmerünk csinálni, amit meg tudnak csinálni jó ritmusba, ez most ne legyen egyfajta nyomás a játékosokon, hogy most elvárás, most hirtelen mindenki elvárja, hogy nekünk mindenkit meg kell verni. Nem, a saját játékunkat kell játszani, a helyzeteinket kell minőségben kialakítani, azokat kihasználni, és hátul ugyanazt a stabilitás, kompakt védekezést kell bemutatni, amit a bajnokság 90%-ában eddig bemutattunk.